2019-ben sem állt meg a fejlődés útján kelló semjén, amint egy 3500 lelket számláló településen 2018 második felében két jelentősebb beruházást kezdődött el, majd ért véget az idei év első felében. Energetikailag korszerűsítették a helyi általános iskola épületét, valamint a szennyvíztele bővítése is megtörtént. 2019-ben összesen mintegy 700 millió forint értékben valósultak meg fejlesztések, amelyekkel kapcsolatban Belica László polgármester azt mondta, olyan beruházásokat sikerült eszközölni, amelyek a lakosság mindennapjaira lehetnek kedvező hatással. 2019-ben több beruházás, illetőleg pályázaton jártunk sikerrel, így a vidékfejlesztési források tekintetében külterületi útjainkat, Tanyás település révén az ottani útjainkat újítjuk meg. Emellett a Magyarország költségvetésében célzott támogatásként egy bölcsödei fejlesztés, illetőleg beruházás előtt, illetőleg abban van most a településünk. Ezek a legnagyobb összegű, ívű beruházásaink, ami az idei évet illeti, ezek még folyamatban vannak. A Magyar Falu programban Kálló Semjén sikeresen pályázott közösségi tér kialakítására is, amely a település civil szervezetei számára adhat a jövőben lehetőséget rendezvények lebonyolítására. Az említettek mellett fontos eszközökkel gyarapodhat a községben működő két házi orvosi, valamint a védőnői szolgálat is, egy körülbelül 3 millió forintos pályázat eredményeképpen. A tervek már megszülettek a jövő évre vonatkozólag is, amellyel tovább bővülhetnek Kálló Semjén infrastruktúrális lehetőségei. 2020 vonatkozásában egyrészt a Magyar Falu program által adott lehetőségeket, ezt mindenképpen ki szeretnénk használni. Tartaléklistán vagyunk a polgármesteri hivatal kialakítása tekintetében. Itt a Falkenstein kastélyunk volt magtári épületünk emeletét szeretnénk erre a célra felújítani, illetőleg kialakítani. A földszintünk az már kialakult, ilyen szempontból az már működőképes, de mégis van egy hiányérzete az embernek az épületet tekintve. Belica László hozzátette, a tervek között szerepel továbbá Kálló Semjén belterületi útjainak felújítása, kerékpárút építése a településen belül, a kamerarendszer bővítése, valamint az idősek otthonának kialakítása.